Az autóipari cégek fellendülése érezhető hatással van a magyarországi nagybeszállító vállalatokra is. Ennek erősítésére a kormány minden támogatást megad a Prescasthoz hasonló alkatrészgyártó vállalatoknak, hangsúlyozta Szijjártó Péter, külügyi és külgazdasági államtitkár, az Öntödei Kft. Legújabb logisztikai csarnokának átadóján. Ezért is hívtuk fel a Magyarországon működő nagy autógyárak figyelmét a Prescasthra. Akkor múltkor itt voltam, azután mind az Audi, mind a Mercedes vezetőivel felvettem a kapcsolatot és figyelmükbe ajánlottam az itteni termékeket. Úgy tudom, hogy itt valami fajta előrehaladás történt is. A szükséges infrastruktúrális beruházásokat el fogjuk végezni megfelelő menetrendben, illetőleg arra utasítottam a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a HITA elnökhelyettesét, aki a beruházás ösztönzéssel foglalkozik, hogy ma haladéktanul vegye fel a kapcsolatot a cégvezetőivel, hogy a lehetséges további beruházások állami támogatásáról egyeztessenek. A Prescast, mint a térség egyik legnagyobb munkáltatója, fontos lépést tett annak érdekében, hogy bővítse piac részesedését. Ezzel pedig nem csak egy jelentős technológiai fejlődést hoz Zemplénbe, hanem munkahelyeket is teremt. Éppen ezért fontos ez a stratégiai megállapodás, emelte ki az átadón Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Nem csak a 21. századi technológia érkezik ide Újhelybe, amivel részesei leszünk annak a Európának, ahol igenis meghatározó szava van a magyar beszállítóknak a gépkocsiiparban, hanem új munkahelyeket teremt, és számunkra ez a fontos, olyan munkahelyeket, elsősorban fiataloknak, akik itt ragasztják a családokat, tehát nem elvándorlás, hanem inkább ide jöjjenek más területekről, akár Szlovákiából is, vagy más vidékekről. A város polgármestere szerint a vállalat további fejlesztése, amely egy új gyártócsarnok megépítését is jelenti, számos hozadékkal jár. Ilyen például a térség úthálózatának javítása, amely nem csak az itt élőknek, de az itt működő gyáraknak is fontos. Valóban egy nagyipari fejlesztés azt is magával hozza, hogy a 37-es utat fel kell újítani, mert a beszállító azt kéri, hogy a kamionok úgy szállítsák az alkatrészeket, hogy az árut, hogy abban sérülés ne keletkezzen. Természetesen ez megnöveli a lehetőségét annak is, hogy a nagy elkerülő út megépüljön Sátorai Újhelyben, mert hogy szintén a áruszállítás miatt ez fontosnak tűnik. Ebben az esztendőben 100 új alkalmazottat tudott felvenni a cég. A kormányzati támogatással és piaci helyzetük javulásával újabb gyártócsarnokot tudunk beüzemelni, amelynek egyik fontos lépése volt a most átadott logisztikai csarnok, emelte ki az átadón Wilhelm Rambold, az Öntödei Kft. Tulajdonosa. Wir haben bereits in diesem Jahr mit Beginn der Investition ja auch die bestehenden meglévő gyártó helyeinken ez évben már 100 új munkahelyet teremtettünk, ezzel teljesen tele is lettünk. Ez az új beruházás is szükséges ahhoz, hogy 2014 évben további 100 új munkahelyet tudjunk biztosítani új munkavállalók részére. 2015-2016 wird sich die Firma was Arbeitsplätze zusätzlich betrifft deutlich erweitern. Az új csarnokot rekordgyorsasággal mintegy fél év alatt építették meg, amelyhez a tervezők, a kivitelezők és a hatóságok közös munkája kellett.